So thank you for having me here and speaking to you today about this very important topic. And please, if there's any technical issues in terms of not being able to hear me or any questions that come up, then please do let me know. Thank you, David. But I'm going to speak to you about precision medicine of intracranial atherosclerotic disease, which is an important topic, as you'll see, because there's a lot to be done in this most common type of stroke worldwide. My disclosures are shown on the slide here. So I'm going to provide an overview on various imaging approaches we have for looking at ICAD nowadays, to discuss different definitions. And there's a lot about this, about how we define things makes a big difference in terms of how we diagnose and then ultimately treat specific patients. I'm going to speak a little bit about angiographic patterns and the role of collateral flow and how flow and blood flow is important and how we image blood flow in ICAD. And then talk a little bit about how it's been used now in ongoing clinical trials where, as you can imagine, imaging plays a huge role. So the start of this talk is really about precision medicine. And you've heard a lot about precision medicine from a genomic standpoint in terms of when precision medicine was born of the Human Genome Project, where very specific detail about an individual patient could be recognized, and then maybe telling in terms of how you treat one patient differently than the next. But on a much larger level, precision medicine is really revolves around theranostics. And theranostics is this term that is really a combination, a hybrid of diagnostics and therapeutics that's at the same time, so to speak, in the same individual. So not traditionally separating these two things out, that we separately diagnose and that we separately make decisions about treatment. Because of course these come hand in hand. But ultimately precision medicine is focused on the goal of providing the right treatment, meaning the correct one that leads to the best outcomes for that right individual patient at the right time, given everything else being very specifically focused around the needs of the patient, including underlying biological mechanisms. This is very, very different than the more traditional approach of what we do with randomized controlled trials or RCTs, where we typically run a large RCT where we're looking at one arm versus the next from a treatment standpoint. And as you know, the first table of any paper of an RCT is about proving that there are no differences between the two arms, that we've perfectly controlled for everything. Obviously, if we haven't, then there's an issue in terms of whether that variable stands out in terms of affecting outcomes and really overwhelming the treatment response. But it's not so easy to control all these factors, especially when you think about, you know, a lot of the variables that we tend to define patients around and the things that are important in terms of outcome overall in patients. So saying that we've perfectly controlled for all those variables is very difficult. And what we do is we run a multivariable model for certain things and not the more subtle. Do you hear me? Yes, I do. Okay. I thought I wasn't there, but thank you. So the so we run a multivariable model rather than understanding what the subtle interactions are between these variables. So some of these variables are very mundane variables, variables that I'll speak to you about now in terms of imaging definitions, degree of stenosis, plaque features, things that we can glean from imaging, but that we don't normally consider. So this is important because you've heard a lot about cardiovascular health, and it's time to speak about brain health. And of course, what we care about is brain function, whether this leads to someone presenting with another stroke or not. People complain of different things. Sometimes people can have strokes and not just have silent strokes, but have strokes with subtle features, which may not bring them to attention. But what we realize is that imaging surveillance does reveal what's happening in terms of silent infarcts in the brain and what happens over time. So imaging plays a huge role.
And why is ICAT important? This is, you know, an understatement that ICAT is the most common cause of stroke. The burden of disease is absolutely overwhelming worldwide. The impact on cognition, if you think about it, is likely to be far greater, because so much of what we talk about in terms of the burden of stroke and the most common stroke subtype would be only magnified if we think about things beyond clinical stroke events. Despite all this, there are no proven treatments. We have recently funded trials that are again trying to look at different antithrombotic approaches to ICAD, but we have yet to find something that truly works for intracranial atherosclerotic disease. We've done a lot of trials, however. First there was WASID, and then subsequently Sampras, and these were very well designed trials. These trials had more variables and factors considered than anyone could ever imagine. So a tremendous amount of data was collected in these studies. However, Sampras demonstrated that perhaps the early stenting strokes associated with stenting did not outweigh the long-term benefit in comparison with medical therapies. So it was flat in that regard, as a matter of fact. There were more strokes early with the stenting arm. And this led people to believe that, you know, we've crossed another thing, another item off our list in terms of treatments, that stenting was not an option. This is being revisited, but for lack of a better description, probably the best thing to say about Sampras is that, aside from the data that it provided, is that it left a lot of questions in its aftermath. You know, one can argue that running randomized controlled trials is not easy, quite frankly, ICAD is more difficult than acute ischemic stroke trials. Even we've had our difficulty with acute ischemic stroke trials, but by comparison, they may be relatively easy, because there you're deciding about treat or not, a go no go decision. More commonly in terms of angiographic pursuit of endovascular therapy nowadays. At the same time, ICAD as a subtype is often ignored. It's ignored in the setting of acute ischemic stroke because we don't know what to do with it. But studying it, nevertheless, has been a challenge. And part of the challenge has been the fact that we focus around specific definitions. So the definitions that we use are that interchangeably we refer to a stenosis as well as ICAD. And ICAD may not be a focal stenosis. Focal stenosis is one manifestation of intracranial atherosclerotic disease. It's the easiest to see or define. And we measure things based on the degree of luminal stenosis, or how narrow that vessel is, that artery is at one point. Is there a focal abnormality in terms of narrowing of the lumen of the vessel? Imaging features, such as the perfusion, the flow associated with it, and other details, have been relegated to a subsidiary role. Indications for endovascular therapy and who you should treat or not have now been conflicted by the recent data, or not so recent data, from Sampras 10 years ago. When we refer back to Sampras, we often talk about best medical therapy. So what is the optimal medical therapy? And you have to remember that in Sampras, just because the stenting arm did worse doesn't mean that the other arm, purely medical arm with lifestyle interventions as well, was proven to be best medical therapy. It's just better than the stenting arm did, who also received those therapies, those medical therapies. But there's a lot that's changed, a lot of questions. Dual antiplatelet therapy, duration of dual antiplatelet therapy, other simultaneous strategies, statin therapy, which is now universal, but with the question of whether we should be adding PCSK9 inhibitors that I'll mention in a few minutes, and then blood pressure. We don't know what to do in terms of target goals treatments or measuring the actual response to blood pressure. Nevertheless, perhaps one of the most important things is what we're looking at as an outcome variable. Rather than stroke endpoints, it may be more important to look at cognition and cognitive sequelae. So in terms of definitions, we don't know what to do with patients like this, these asymptomatic patients who have very severe disease. So you may ask, well, how do these patients present? They present with TIAs, very mild symptoms, where
you may say, well, you know, there may not be much that the imaging will reveal, but it does reveal a very high grade stenosis of the distal right ICA. Let me just go back to that for a second. And when you ask, you know, what does the imaging show? Well, the imaging shows some evidence of disease in that right hemisphere that, you know, we just don't, we're not overwhelmed by. So what we say is that asymmetric infarct pattern is not much until someone has a diffusion abnormality and has a stroke associated with it. But the diffusion abnormality is associated with ICAD in acute ischemia due to these lesions is actually very, very small. The infarct cores are very small, but the perfusion surrounding it has particular features. So even with perfusion, however, we may not be overwhelmed because our definitions are geared towards acute ischemic stroke. So here we have a rapid diagnosis of stroke associated with ICAD, where we may say that, you know, in the image on the left, you know, that there's a very small penumbra, if any, using a Tmax greater than 6 value. On the right, what we see is all of a sudden that entire hemisphere, the entire left MCA territory is blue. And this is because the Tmax values are greater than 4 seconds. And in acute ischemic stroke, this is not considered penumbral, and we don't do much with it. But the meaning of a Tmax delay of a TTP or a time to peak delay in the setting of a stenosis is very different than in the setting of a complete occlusion of a vessel. Because what this means here is that, in simple terms, is whether you're dealing with differences in Tmax or time to peak, that there's a 4 second delay that this person's left MCA field is seeing blood flow arrive 4 seconds later than the rest of the brain. That is tremendous if you think about it. So for every heartbeat that's on that, on average once per second, the left MCA is seeing an additional delay of 4 seconds on top. So it is extremely likely that there are sequelae associated with this long-term. Here you see in other color images on the Tmax column where this is a very obvious lesion, but it's not associated with CBF or CBV abnormalities. That is actually preserved. And that's what happens in chronic disease, is that the blood volume is preserved, and therefore, even when we have a delay, the blood flow doesn't drop. So the CBF may only drop momentarily or shortly and cause small infarcts over time. Disease is often described as mild based on degree of stenosis. You may say that, you know, oh, this is a patient with a mild degree of stenosis, even a mild stroke severity, except for the fact that the diffusion abnormality is not so mild. I would not want this mild abnormality in my brain. This is a fairly large stroke for an ICAD patient in a very critical area. The blood flow abnormality may be mild as well. You know, now we may say it's mild, but on the other hand, it does show exactly what I showed you in the last slide. There's a subtle abnormality of a slight delay across that left MCA field. Here you have another example of mild disease when you realize that the person's MRA that goes along with those prior images shows you that there's what looks like a fairly severe degree of stenosis and concomitant disease in other vessels such as the basilar. So the burden of disease, as well as the degree of disease, is definitely not mild based on these definitions. So saying that somebody has mild disease based on the degree of stenosis alone is probably not the way to define things. So these definitions are important because these are what we target in terms of stroke and in stroke trials. So all too often we've focused on stroke events because the classification of TIAs has been difficult. We don't know what to do in terms of how we classify the TIAs, and patients with TIAs may have a different outcome. Quite frankly, if someone has recurrent TIAs instead of strokes, it may be disabling in terms of symptoms. However, if we knew that they were not gonna have strokes or imaging lesions that evolve, that would be a different story, but we don't know that, and therefore TIAs become quite difficult to manage and to categorize. But this is important because we make this definition based on imaging. So we really need detailed imaging evaluation of parenchyma and parenchymal changes as well to tell us what's going on in the tissue rather than just the vessel alone and the degree of stenosis. That being said, we focus on focal stenosis overwhelmingly so. This is just one subtype of this systemic atherosclerotic disorder.
So it's a particular disease manifestation is another way to think about it. And the manifestation is not that dissimilar to what we think about happens in these patients with athero elsewhere. So these patients are very commonly have coronary artery disease, and it looks very much like the atherosclerotic disease that we find in the brain. However, this may not be necessarily the full story, because focal stenosis may be looking at just the impact of one manifestation of ICAD and what it does to the blood flow at that one region. So there is diffuse ICAD, as a matter of fact, in some parts of the world, in Asia, and in a lot of areas of China. Diffuse disease is actually very common. And when you have diffuse disease, it may not appear as a focal high-grade stenosis. So are these lesions mild? By comparison, if you have a lot of tremendous burden disease and diffuse concentric narrowing of the vessel, I would argue not, and we can't be using this definition of mild. And mild disease is difficult to quantify in this respect, because you really have to be looking at burden of disease, how much disease is in the vessel wall. So you see findings as shown here on the angiogram down below, where you have almost complete obliteration of several different vessels due to ICAD and diffuse disease, but no focal high-grade stenosis. The opposite is true as well. I saw a patient with a beautiful vertebral basilar dorsiflexion, similar to this yesterday, actually. And what we've been told from the textbooks is that there's no degree of large vessel stenosis. The artery is not focally abnormal, and therefore no evidence of large vessel disease, and therefore tantamount to no atherosclerosis, no disease, and done. Except for the fact that these patients have strokes. And vertebrobasilar dolichoctasia is a different manifestation. It's an opposite manifestation of focal stenosis. Here you have positive remodeling or outward remodeling of the vessel due to chronic hypertension, most commonly. This is disease, this is atherosclerotic disease, but it cannot be defined based on a focal stenosis. Other manifestations come up as well. For years, we've looked at intracranial arterial calcifications in other areas, such as shown here below in the distal verts, as well as the carotid siphons. So both here at the carotid siphons, the anterior circulation, as well as down lower in the distal verts, the V4 segments of the verts, you have calcifications. And for many years, and not that long ago, people would say, you know, there is no disease there. You know, that basically that when you do angiographic studies, CTAs or MRAs, you may not see very much there, and therefore there's no athero. But I've always wondered about this and asked the very basic question as to then what is it that's there in terms of that mineralization? And what we've learned over time is that it is disease, it is atherosclerotic disease, just not manifest as focal stenosis. And perhaps even more importantly, this disease develops there specifically because of the flow and the flow conditions in those vessel segments that predisposes to development of this type of disease, not focal stenosis. So perhaps, you know, we've been too selectively focused on a focal stenosis. We've over-focused on making things easy to define. And the reason we do this is because this is how we write trials and grants. We have to commit to identifying patients in a specific way, commit to a singular goal and variable about treating that one stenosis, about how narrow that vessel is, and what we can do to it over time. But it may not be the best way of approaching the disease in general. So we've learned that focal stenosis is not the full picture. We've learned this from the large trials that have focused on it. So in WASED, patients were categorized as severe with 70 to 99% disease and moderate disease of 50 to 69%. But what we learned in WASED was that patients with moderate disease or mild disease actually had strokes the same way that patients with more severe disease do. Now, the stroke rate may be less but these patients do have strokes. More importantly than anything else, if you want to take a step back and ask, you know, what is the difference in the time course of presentation of these patients? Relative to the acute event, it may not be different, except for the fact that the only way that you get to a severe stenosis is if you have moderate stenosis first. So these patients with moderate stenosis probably have had disease for a few years less than those with severe disease. So
Yes, it may tell us something about more developed disease over time, but it doesn't tell us who's at risk of stroke necessarily in the short term. And looking at blood flow is very important. In Sampras, we looked at collateral flow with all the details shown here, as well as when we looked at this in WASED, where collateral flow was and hypoperfusion was more telling than degree of stenosis in WASED. Same thing came out in Sampras. And that Sampras, you have to remember that we're only looking at patients with 70 to 99% disease. So theoretically, all of these patients should have severe disease in terms of a blood flow implication. But that's not true. And what's happened is that we've learned that that flow is only abnormal in half of the population with 70 to 99% disease, and only in specific patients associated with very interesting risk factors as shown below at the bottom of the slide. And when we looked at outcome associated with flow, with collaterals and antegrade flow measured with a TICI, what we saw is that basically that it did differentiate and did predict who fared well and who did not, who had recurrent strokes based on flow in Sampras. In Sampras, when we looked at lesion size, what we saw was something like this on the left, a very small diffusion lesion. But on the right, what we see is that the flare lesion burden is far greater. So if you take a step back and ask, well, is it the diffusion abnormality or the flare that's the most demonstrable or remarkable finding on this patient's MRI? Clearly, it's the chronic disease, which makes sense in a chronic disorder. The acute manifestations are very limited or small and only superimposed. It's only one additional dot, so to speak, that becomes manifest on this person's track record, so to speak, of disease over time. So studying the acute alone may mislead us as well. And this is important because we don't have a good handle on this acute on chronic disorder. We don't know whether this is stroke number one or number 17, and we need temporal or serial data to define this. But this is important because this has been used in terms of the blanket conclusions that we have about stenting. So after Sampras, we're told that stenting is bad, so to speak, it shouldn't be done. That may not necessarily be the case, depending on the specific features of an individual patient. We're also told, as I mentioned, about best medical therapies. And what we've learned is that, we may not have defined best medical therapy in Sampras. But unfortunately, the last point does come up that we're told that, well, you know, there's an unproven need to treat these ICAD patients and then even worse, or see them in follow-up. This is despite the fact that these individuals have recurrent strokes and do come back. So it is important to see them and to image them as well to figure out how they're doing over time. This can be very different. We have certain ideas about what happens with a degree of stenosis, high-grade stenosis, I mentioned, as well as restenosis. But these misconceptions that I just pointed out about stenting may be wrong. They may be misconceptions, as shown here in the NOVA study with one-year angiography performed in China. You can get very good results at 1 year angiographically. We don't know what to do with this. So in NOVA, this is a good example of beautiful stenting results. And then at 1 year, we have restenosis. The quandary comes up is that if this person doesn't present with recurrent clinical manifestations, if their collateral flow is enough to overcome that degree of reocclusion and restenosis, then they're not symptomatic per se. And they may not need to be treated, even though this looks very bad from an angiographic standpoint. So we have to be able to redefine symptomatic and recurrent symptoms based not just on symptoms, but as well as imaging evolution of ischemia. So this is definitely multifactorial, multiple variables are involved. There's a tremendous number of variables, and the list gets longer and longer when we start to think about what we can derive from imaging as well as serology and the multiple biological mechanisms that are involved in ICAD. So we tried to look at this in Myriad. In the Myriad study, we looked at perfusion, as well as quantitative MRA, as well as transcranial Doppler ultrasound to try and define lesions differently in individual patients and predict who had recurrent events early. And the most important thing that we found is that patients had events early, far more commonly than we thought.
And I'll mention that in a little bit. But what we had difficulty with was defining what an abnormality is, because you see, as with the perfusion shown earlier, you see subtle abnormalities. You can definitely see flow velocities that that tell us exactly how we diagnose an intracranial atherosclerotic lesion on transcranial Doppler. So that flow velocity is important in terms of the diagnosis. But does it tell us how bad that lesion is with direct clinical impact? That's a separate question. Is it the vasomotor reactivity impairment that that is a factor on TCD, or is it the number of emboli on embolus detection? As well, endpoints are important. So in Myriad, we did look at stroke endpoints, but now we're looking at cognition as well, and trying to move away from the stroke endpoint and whether somebody complains of a stroke or not. Because as mentioned, if someone can tolerate symptoms very well, one person better, perhaps better than the next, and they decide not to complain of recurrent symptoms, the symptoms were really mild, they may not come to attention, and we may lose them in terms of surveillance. So we do need universal surveillance of both stroke as well as cognition with imaging. So cognition is something to definitely think about, to add in when we think about ICAD. And when we looked at cognition in Sampras, we were able to look at it in terms of the MoCA, which has now been incorporated in a lot of studies of ICAD. But the MoCA is a very simple scale. What we saw with the MoCA was that about 55% of the patient population at entry had an abnormality. Now, the degree of cognitive impairment in other settings with other selection criteria is unknown in ICAD. But this has an interesting story that's evolving in both intra as well as extracranial disease. In extracranial disease, we're looking at the CREST-H study, where we're looking at asymptomatic chronic disease as it relates to cognition and perfusion delays. And we're doing some of this in Myriad 2 now, that Myriad's continuing as well. So this is the story of MoCA, the cognitive impairment in Sampras, where you may say that, you know, that from start to finish, there is no difference between the red and the blue line, that they both wind up in the same place, that the MoCA doesn't look any different at 3 years. But this is due to several factors. The perhaps the most important factor is that at 3 years in Sampras, we only looked at those patients who were retained in Sampras. So there's a survival effect. So anybody that survived and didn't have a stroke was retained in the study. So if you didn't have a stroke, then your MoCA was preserved. But that's actually not the point. The point of looking at cognition is to look at cognition as it relates to disease severity, what happens with strokes over time. And actually those two run together. So people that have MoCA abnormalities at baseline, that have cognitive impairment at baseline, were more likely to develop recurrent strokes. And more importantly, this overlaps with those with impaired perfusion. So impaired perfusion as an imaging marker may tell us about who may have impaired cognition and have early recurrent stroke. Finally, to talk about failure, you know, did they fail? Did these patients fail medical treatment or stenting treatment and drop out? Well, we have to be very careful when we talk about failure of treatment as well as medical treatments. We may prevent or partially prevent a stroke, but not prevent one altogether. So, you know, at the opposite end of talking about failure, you know, one may ask, you know, whether what we're doing from a therapeutic standpoint is expected to be a cure. Do we really believe that if we put a patient on an antithrombotic or a specific medication regimen for ICAD, that we've guaranteed that they will never have a stroke again? That seems a little bit far-fetched. So our definition of failure by somebody having a stroke at one point may not be that bad. It may be a partial failure or an early failure. And as mentioned, we have to do this based on evidence of ischemia in the brain, whether it means using imaging or manifestations of ischemia clinically. A restenosis itself may not be necessarily the marker that we should be focused on. So this is an evolving science, and we have a lot of imaging that we can use. We have genomics nowadays that didn't exist 10 years ago. Actually, the most important serologic markers are relating to antithrombotic therapy and resistance testing, testing for various antithrombotic antiplatelet regimens, and functional response is important. Do we know that a patient is actually responding to the treatment that we put them on? That's very important.
We know this now because with Plavix, up to 30% of patients may not metabolize it correctly. So they may not be actually on the drug that you think they are, even though you're prescribing it and they're taking it. But this has correlates in terms of blood pressure control as well as physical activity. Just because I tell a patient of mine, I counsel them that it's important to be active on a daily basis and go for a walk and maintain their heart rate above a certain level, doesn't mean that they're going to go home and do it. So checking on and surveilling blood pressure as well as physical activity are important. And we're starting to do that in our in our newest trials. This is important because this relates to the fact that we're going to have a lot more data soon. This is also a problem in terms of how we handle the data and how we analyze things. We have a tremendous amount of blood pressure data, and I often show this slide of this patient that came to visit me in clinic with all his blood pressure readings over 20 years. In a short clinic visit, it becomes very difficult to figure out what to do with this information. Obviously, now we have things in digital fashion, but even there, interpreting it and understanding what the most important epoch is with blood pressure becomes difficult. Is it a peak blood pressure at one point in time? Is it the average? So there's a lot to be thought of in terms of what we're doing with the data that's being presented to us, even beyond the imaging. So in a way, we do need some data therapy. We need therapy ourselves in terms of how to handle data. We develop CRFs or case report forms with a tremendous number of variables because we want to understand the disease and we can get the data this way. Observational studies are critical, incredibly important in understanding the disease, the underlying biology, but we have to understand the limitations of the data, not just being overwhelmed by data, but also having missing data. And we have to understand how we consider one particular variable versus the next and our approaches to data. That are statistical approaches of multivariable analysis, reductionist approaches to try and figure out what the one singular most important variable are, may not be the most important approaches. We may want to understand things through different approaches, such as clustering. We have to be careful of survival issues, as mentioned, in terms of patients dropping out and only looking at the data in the surviving cohort. That's not a smart idea. We have to be able to capture data on the largest amount of the population with this disease and avoid our selection biases or the biases that we have in terms of one group or another. And we have to understand that this is an acute on chronic disease and we can't just focus on how they present acutely, assume that that's the first stroke that they present with. But the counterpart is true as well. We have to start to understand how we're dealing with ICAD in the setting of acute trials where we do thrombectomy and we do acute interventions. And this is yet to be solved. But overall, it's about the serial trajectory of these patients. We have to be able to map out how patients do over time, how there are really seemingly different subsets. There are a lot of patients that do not have recurrent stroke in the course of a year with ICAD. So as much as we say that the annual risk of stroke is very high because it may be as high as 12% or in some cases as high as 20%, that still means that 80% or 88% of the population is not having a stroke over the course of that 1 year, which is very good. It's not perfect, but it doesn't sound as bad as saying that, you know, the rates are as high as 12 or 20%. So we have to understand how patients do over time, how these different cohorts or subgroups do. And more importantly, I think understand how patients individually do differently over time, what one individual serial trajectory is over time and how they're changing from point A to point B. And this is important because this relates to how we're doing observational studies of therapies, how we're tailoring the cohort that we're treating to response to therapy. So there's two different approaches to use. Migo Mar. One is an observational approach. So we can continue to do observational studies, which are important. I think that's very important to understand the disease. And the other approach is to continue doing focused therapeutic studies where we've defined things that very specifically, as mentioned, in terms of the ICAD trials already done. Either way, we have modern ways of collecting data, including imaging.
So the modern methods need to be able to collect not just imaging, but genomic data, serologic data, a tremendous amount of blood pressure data, as well as physical activity data. And this is going to be important as we start to monitor patients, because we are going to have a tremendous burden of data and have to deal with this that comes in from patients at different time points or different epochs. This is the Myriad study where we looked for several years at different imaging features with different cores, together with Sean Prabhakaran as well as Jose Romano, where this is clearly a multi-center, multi-pronged effort to try and understand the disease. And Myriad 2 now is going to continue with cognition as well as physical activity as it relates to blood flow in the brain. CREST-H is an ancillary study to the CREST-2 study of asymptomatic disease, where we're looking at perfusion as it predicts cognitive outcomes in extracranial asymptomatic disease. And you may say, well, you know, they shouldn't have any cognitive abnormality because they're asymptomatic. True. But in a way, we're redefining what asymptomatic means, both on imaging as well as in terms of cognition. We're doing the RISER study, which is an Amgen-funded study that I'm leading together with Adam Dehavenon, where we're using PCSK9 inhibition for symptomatic as well as asymptomatic ICAD disease in a multicenter setting. And then we have our CEPIA project, which is looking at computational fluid dynamics of the SAMPRS data set, where we're looking at low post-stenotic shear stress as a prothrombotic or pro-inflammatory trigger. And we're starting to look at how high shear stress as well may be a factor associated with platelet aggregation in the stenosis itself, which raises the question about, you know, can we perfect things? Can we use the imaging and some of the fancy methods, the detailed methods of computational fluid dynamics, things such as post-stenotic low shear stress to map out inflammation and atherogenesis to fix these things? Can we similarly do this with stenting? Can we correct the flow in a vessel and perfect the flow abnormalities in the vessel so that there isn't this prothrombotic stimulus downstream, there isn't the high shear stress in the focal stenosis anymore, and we're correcting the flow abnormality that's causing progressive disease. So it's an interesting approach. It's an open question. One where we think about, you know, can we normalize the arterial anatomy, not just smash the plaque, but normalize it and perfect it in a way where we can restore downstream perfusion perfectly. So just showing here some examples of what we see in terms of a focal stenosis with perhaps a correction in terms of the downstream flow. And a very open, important question is, are we attempting to correct flow at the vessel level, or is it the flow downstream that we want to correct? So we have to rethink trial design in terms of the way we're doing studies. And of course, we can't think about studying everything all at once. So we have to think about paradigms where we can study many things all together. We will have a lot of data to do this, but the approach to do this may not be just in randomized controlled trials that may be able to answer one question. Well, can we answer, you know, whether one treatment is better than the next? But how do we study the disease itself? And my simple answer to this is you study it on the back of the randomized controlled trials. You collect the data and the imaging and the detailed measures at the same time. But with big data, there are big challenges, as mentioned, not just in terms of getting the studies done, but how do you do this in the easiest, most efficient way? I do think we need to use our common data elements that have been developed for ICAD the same way as for stroke, and we start using modern technologies. So in precision medicine for ICAD, there's a lot to be done. This is the most common cause of stroke worldwide. I think we have to understand that stenosis is just one disease manifestation of this disorder. The biology can be tackled from multiple ends. Imaging tells us a lot, and not just imaging at one point, but imaging over time. The serial imaging may tell us about a curve or a trajectory, and not just about who reaches an endpoint. So we can do selective studies where we focus on certain elements, such as the degree of stenosis, but we can also get imaging information and a lot more information about a lot of other methods. So I think the future is bright in terms of precision medicine for ICAD, an area that goes far beyond genomics
to include imaging and other features. There's a lot to be done. As a matter of fact, as you can imagine, I've created a list of a tremendous to-do list, so to speak, where as clinicians and as researchers, there's a lot to do in ICAD. And I'm going to stop there and thank you. Hopefully there's time for questions. David, thank you very much. And for the individuals in the audience, David is the past president of the American Society of Neuroimaging and a leader in stroke research. And my question is a nerd imaging question. Are you using high resolution vessel wall imaging for the evaluation of ICAD? Yes, I smile because this question has come up again and again and again over the years. And what I can say about a high resolution vessel wall imaging is that imaging like all other imaging methods, it provides a lot more information. And information is very important. So we can see a lot. The people that have done the most in terms of vessel wall imaging, and there are a lot of individuals internationally that have focused on this, have been a little bit dismayed because we get a lot of information, but understanding it is difficult. Understanding what it means in terms of disease course. So we've been using it selectively at UCLA we're using it in our RISER study where we're using PCSK9 inhibition. We're using it at baseline and at follow-up to see whether over 18 months the lesion will change. We're going to be doing this hopefully in parallel in the Captiva study, which is an antithrombotic NIH-funded study on a multicenter basis. And we're doing vessel wall imaging in Myriad 2 now as well. We've added it in. So it's important to include, we're sort of, I'm subject to my own lessons that I've tried to teach in that we need to be able to understand various imaging approaches and different components. And yet for a while we weren't including it. So we are including it now and it's important. But I would caution to say that, we shouldn't focus on it alone, much as with other variables. So it's one component and important to study how the plaque changes with respect to everything else, flow, perfusion, and CFD. Thank you. Do I have a question? Yeah, go ahead. We have a question on the chat, David. Yeah. Oh. Two questions. And so I mentioned vasomotor reactivity. Do you see changes in diameter when the flow changes? No, not necessarily. So, I always have to adjust my talks for whether I'm in Europe or not. And now, I say that because, first of all, now there's no such definition because I guess I am in Europe, but I'm still in Los Angeles and in the virtual Zoom world post-COVID. But I laugh only because I remember traveling to Europe and giving a lecture, and the first question that would come off would be, why don't you like ultrasound? Why are you focused so much on MRI and CT and imaging approaches, but what about TCD? Why don't you like ultrasound? And it's not that I don't like ultrasound. I do. I do a lot in TCD. It's just that it's done together in tandem with our other imaging. And with TCD, with intracranial atherosclerotic disease, there also you have probably a very interesting story that relates to the way we've focused. It's not the velocity elevation at the focal stenosis that appears to be the most important. It's the other correlates, embolus detection as well as vasomotor reactivity impairment. As you know, Laszlo, we don't do TCCD. So we're not looking as much at diameter changes in the vessel that go along with those downstream flow changes most commonly. It has been done, and looking for those diameter changes may be important. I think the most important element is as the question asked by Dr. Kohler, which is it the vasomotor reactivity impairment? Is it the downstream flow and reaction to flow that is the most sensitive? So far in Myriad, that was the VMR was the most important
finding. Now, whether VMR itself can be used as a predictor, it probably can, but it may be used in combination with other imaging as well. And at least in the United States, we're doing other imaging at the same time that we're doing vasomotor reactivity impairment. Right, small vessels constrict to flow increase. This is part of the problem of a lot of what we do in terms of blood flow and pressure in the brain, in that we ignore the fact that we like to define autoregulation as being intact yes, I know, I'm very familiar with the papers and very important papers. We like to think about autoregulation. So what happens most commonly is we'll mention a paradigm and somebody will tell us, one of our colleagues will say, well, autoregulation is intact there or it's impaired over there. We don't know that, first of all. Second of all, there's partial impairment. And what we're learning is that diseased vessels, hypertensive vessels of the stroke, and spontaneously hypertensive rats, still vasoconstrict in response to a pressure increase. And whether this is induced hypertension or whether this is systemic hypertension that occurs naturally, the fact is that the vessels do react. And this may impact what we do in terms of our systemic hypertension management. The effect on blood flow in certain areas of the brain may not be well understood. David, can I have a question? Laszlo Csiba speaking here. If you evaluate the vasomotor reactivity, which one would you prefer, the acetazolamide stimulation or the breath holding index? Which would you hold better one, or which would you prefer? Which one would you prefer? We prefer only because of logistic reasons. You know, we tend to use breath holding more than anything else. Just because it's easier logistically to do with patients. I mean, a breath holding index, obviously you can do in anybody anywhere. So it's easier to do. So I would make the argument that whether it's more accurate or correct or more informative or not, may not be as important as the fact that you can actually measure it in the larger number of patients and you may understand how it's different in one patient to the next. But there are differences. I'm not sure. What do you prefer, Laszlo? Do you the cetazolamide or breath holding? For the clinical practice, we use the breath holding index. For scientific one, we have used many times acetazolamide. And what is your opinion about the stiffness measurement integrating into the evaluation of the generalized arterial sclerosis? Not only the carotid, stiffness, pulse velocity wave, etc. What is your personal opinion about the marker value of this? I think it's important. I think, it's it goes on the list of additional variables that we're not considering properly. And this is this comes up actually in when we're doing even the larger vessel models of computational fluid dynamics of the vessel, because we assume that these are pipes, that these are not elastic vessels. We don't understand and we don't consider how one vessel may be stiffer than the next. So I think the easiest thing to say is it hasn't been considered very well at all up to now. It is very likely to be important. How important it is on top of all the other variables, I would say that probably the fairest approximation is that it's probably an important variable. But not necessarily more important than the other variables, Same so, you have the same controversial opinion about the flow medial dilation? The flow mediated a little bit better. What I would say is that functional imaging, so understanding what happens in terms of the blood flow functionally, is more important than anatomy. Okay. So one of the basic principles that one of the basic aspects of why a focal stenosis may not be the best way of studying ICAD is because we want to study the functional impact of a lesion, what it does to the blood flow and other features, not necessarily how it appears anatomically. The degree of stenosis may not be that important.
but what it means functionally is important. Thank you very much. Any other comment from the audience, questions to David? Please don't hesitate. Laszlo Mechler? No? David, then, yes. If not, thank you very much. I hope that you had the very nice dreams before the lecture. Thanks, Laszlo. Both of us. I have to watch out, David. Every other Hungarian is named Laszlo, so we have a lot of Laszlos. Right. David, thank you for your waking have up. Have a nice day. Have a nice day. You too. Thank you so much. Take bye care. Bye. Great talk. Bye-bye. Great talk. Thank you very much. The next speaker is Daniel Beretsky, hopefully. Igen, itt vagyok. David is... here is David. Daniel, not David. Hola. Should I introduce you in English or in Hungarian? Which one? A hagyományok szerint a második előadás az magyar nyelven történik. Talán elhiszik a kollégák, hogy Beretsky professzorot nem először látom életemben. Talán jó 40 év köt már lassan bennünket össze, tudományos szempontból, klinikai szempontból is, talán a barátság szempontjából is. És nem is nagyon kell bemutatni, de az én szerint szeretnék néhány szót szólni. Nagyon sokra te becsülöm, mert egy olyan ember, aki nem csak a klinikumban, hanem az experimentális neurológiában is otthon van. Együtt kezdtük az állatkísérleteket a Debreceni Laboratóriumban, aztán Fenstermacher professzor úrnál volt kint, Amerikai Egyesült Államokban, aztán Japánban, Ito professzornál, Sendaiban, ott már klinikai vizsgálatokat végzett, és visszatérve hát nem csak akkor még szokásos kandidátusi disszertációt, hanem nagyon hamar a nagydoktori disszertációját megvédte klinikai és experimentális anyagokból, és hát fájó szívvel vettük búcsút tőle, amikor Debrecenbe az együttműködés befejezte jó pár évvel ezelőtt is, átvette a budapesti tanszék irányítását. Azóta is, ahogy látjátok, az oktatás területen éppen most jött ki egy nagyszerű oktatási jegyzet különleges esetek kérdésfelelek bemutatásával, tehát számos graduális és posztgraduális oktatási anyag mellett áramlanak a közlemények, és az ő előadása minden hízelgés és egyéb nyelvcsapás nélkül, mondom, kiválóan érthetőek, didaktikusak és ragyogóan illusztráltak. Édesapám mindig azt mondta, sok beszédnek sok az alja. Daniel, tiéd a pálya. Köszönöm szépen a bemutatást. Meg is osztanám akkor a képernyőt, ha meg tudom. Tudom, látja mindenki? Igen. Látható-e a képernyő? Igen. Jó, köszönöm szépen. Azt a feladatot kaptam, hogy az iszkémiás sztrók bizonyítékokon alapuló ellátását foglaljam össze. De az ábrán a sztrók típusai látszanak, bal oldalon az iszkémiás sztrók, középen az állományvérzés, jobb oldalon pedig a szubarachnoidális vérzés, és az európai populációban az iszkémiás sztrók a leggyakoribb, ez 85% fölül a patológiai mintától, úgy pedig a CT felvételeket lehet látni. Itt a következőkben csak az iszkémiás sztrókról szeretnék beszélni. Ez egy 15 évvel ezelőtti felmérés a volt kommunista országokban történt. 15 országban nézték azt meg, vagy néztük meg, hogy a neurológiai ellátásban melyik betegségcsoport a leggyakoribb, és hát jól látható, itt csak a nyilakat mutatnám, hogy a 15 országból 11 országban a cerebrovaszkuláris betegségek képezik a leggyakoribb betegséget a neurológiai ellátásban. 92-ben, tehát 30 évvel ezelőtt, hogy is állt a stroke ellátás, ez Peter Sandelkoknak és munkatársának a Lancetben megjelent közlemény, ami elég pessimista hangot sugalt. Nincs jelenleg olyan orvosi kezelési eljárás, amit rutinszerűen javasolhatni lehetne mindenkinek, aki akut iszkémiás stroke-ban szenved. A hemodilúciót kerülni kell, mert az ártalmas, viszont minden más terápiával kapcsolatos információról még nincsenek kellő következtetések.
2006-ban jelent meg egy olyan összefoglaló cikk, ami több mint 1000 különféle kísérletes kezelési eljárás elemzett iszkémiás stroke-ban, és hát az volt a következtetés, hogy ezek közül a készítmények közül több mint 100-at alkalmaznak a klinikai gyakorlatban, de sem ennek a több mint 100 készítménynek, sem a többinek nem igazolt igazából a hatása a humán betegellátásban. Mi is volt a gyakorlat a múlt század vége felé, tehát 30-35 évvel ezelőtt adtuk az aspirint, ez bevált, azóta is alkalmazzuk a hemodilúciót, azt ugye látjuk, hogy az megbukott eljárás volt. Voltak infúziós kezelési korszakok, akkor a stroke betegeknek az átlagos ápolási ideje 29 nap volt, ezek tartós infúziós kezeléseket jelentettek, először értágító kezeléseket kaptak a betegek, papaverin, xavint, majd utána ez megbukott, következett a mannitol, mint agyödéma csökkentő, vagy szabadgyök scavenger. Ennek a hatása egyrészt jó, másrészt rossz, harmadrészt meg ismeretlen, és szintén nem döntötték el a nagy randomizált vizsgálatok, mert vagy nem is voltak, vagy nem megfelelően voltak tervezve. Ez más követő divatos infúziós kezelések, a vimpocetin, majd a pentoxifilé, majd a piracetám, jó vagy nem jó. És hát végül is most már 35 éve vesznek részt magyar kutatók és multicentrikus randomizált kontrollált vizsgálatokban, és ezek a nagy vizsgálatok megváltoztatták aztán a szemléletünket is, meg a mindennapi gyakorlatot is. 1993-ban szervezte Peter Sandokok azt a nagy nemzetközi stroke vizsgálatot, aminek az volt a célja, hogy eldöntsük, hogy akut iszkémiás stroke-ban az aspirin a jó, a heparin a jó, mind a kettő, vagy pedig egyik sem, és Kecskeméten járt ebben a nagy nemzetközi vizsgálatba centrumokat toborozni. Ott beszélgettünk és megkérdezte, hogy hogy kezeljük mi Magyarországon az akut stroke-ot. Mondtam neki, hogy hát hemodilúcióval, mannitollal, vimpocetinnel és aspirinnel. Aztán megkérdezte, illetve kommentálta a dolgot, hogy a mannitollal biztosan megöljük a beteget, a hemodilúció szintén káros, de hát mi az a vimpocetin? Van erről a kezelési eljárásról szisztematikus összefoglaló? Hát nyilván nem volt, viszont elgondolkoztunk ezen a kérdésen, és az a híres amerikai cowboy filozófus mondás jutott nekem is eszembe, aki az 1800-as évek végén megkérdezte, vagy kijelentette, hogy nem annyira az okoz számunkra a bajt, amit nem tudunk, hanem az, amit tudunk, vagy legalábbis úgy gondoljuk, hogy tudjuk, közben pedig nem úgy van. Ez a mondás lehet esetleg a bizonyítékokon alapuló orvosi gyakorlat, az evidence-based medicine mottója is. Az evidence-based medicine egy olyan filozófia, a döntéshozatal olyan megközelítési módja, amely során három tényezőt veszünk figyelembe. Először is a legmegbízhatóbb tudományos bizonyítékokat, majd az egyéni klinikai tapasztalatot, és végül a beteg preferenciáját, és ezt a három tényezőt szintetizálva döntjük el, hogy egy adott betegnél melyik a legmegfelelőbb kezelési eljárás. Ugye a bizonyítékokról beszélünk az evidence-based medicine tárgyában, és itt a bizonyítékok különféle erősségűek, különféle fontosságúak, legkevésbé egy klinikai döntéshozatal során a sejtszintű, molekuláris szintű vizsgálatok a fontosak, ezt követik az állatkísérletek, majd a klinikai vizsgálatok, amelyek közül a legjobb minőségű a randomizált, kontrollált kettős vak vizsgálat, és hogyha egy ilyen beavatkozással kapcsolatosan több vizsgálat is történt, akkor ezeket szintetizálják az úgynevezett szisztematikus irodalmi összefoglalók. Ezek a nagy szisztematikus összefoglalók jelentik a legerősebb bizonyítékot. Az elmúlt 2-3 évtizedben a klinikai irányelvek váltak a mindennapi tevékenységünk alapjává. Ez az ábra az Amerikai Szívtársaság és az Amerikai Stroke Társaság ajánlási rendszerét mutatja be. A klinikai irányelvekben ilyen típusú ábrákat találunk. Ez egy két dimenzióban történő értékelési rendszer. A bizonyosság mértékét itt a kép bal oldalán az A, a B és a C szintek jelzik. Az A szint az a több randomizált vizsgálat szisztematikus összefoglalójából származó eredmény, tehát az A szint a legerősebb bizonyossággal bír, míg a C szint az a legkisebb bizonyossággal. A másik dimenzió, a vízszintes dimenzió a kezelés hatásának mértékét, vagy az ajánlás erejét fogalmazza meg. Itt zöld színnel látjuk azt az első osztályú bizonyíték, ami javasolt hasznos. A kettes A az a javasolható, vagy hasznos lehet. A kettes B az a megfontolható. A hármas az pedig vagy káros, vagy pedig igazából nincsen haszna, tehát nem javasolt eljárás.
2018-tól ez az ajánlás egy kicsit finomodott, tulajdonképpen arról van szó, hogy a B szintű bizonyosságot két szintre, a nem randomizált, illetve a randomizált evidenciákra bontotta a rendszer, míg a C szintű evidenciát a nem elég adat, korlátozott mennyiség adat, vagy adat nélküli, csak szakértői vélemény szintre, illetve a piros kategóriát, a káros vagy nem hasznos, nem javasolt kategóriát is két részre bontotta az új rendszer, a nincs haszna, illetve a kára van rendszere. Tehát ezt a besorolási rendszert használják most az irányelvek, így az akut iszkémiás stroke jelenlegi legfrissebb amerikai 2019-es irányelve is. Itt az irányelvekről annyit szeretnék elmondani, hogy mint itt a címből is látszik, ezeket az irányelveket viszonylag gyakran kell frissíteni. A 2018-as irányelv mindössze néhány hetet ölt meg, aztán visszavonták, és a 2019-es irányelv aztán néhány hónap múlva követte. Ezek az ajánlások az akut sztrókellátás 14 területére irányulnak, itt természetesen én nem fogok itt az idő hiányában mind a 14 területről kitérni, mint az ellátásszerződés, intravénás trombolízis, intraartériás beavatkozások, agyödéma, stb. Néhány szeletet választottam ki ezekből az ajánlásokból. Az első és az egyik legfontosabb probléma az akut sztrókellátásban a betegek késői beérkezése, ugyanis időablakos beavatkozásról van szó, trombolizisra 4,5 órán belül, intraarteriás beavatkozásokra szokásos esetben 6 órán belül van szó, tehát a beavatkozások számát és arányát a beteg késői beérkezése sajnos limitálja. Éppen ezért az ellátásszervezési ajánlások közül az első az, hogy a betegbeszállítása leggyorsabban a legközelebbi stroke ellátó helyre történjen, és itt az ábra jobb oldalán alul mindig be fogom tenni az X-et ebbe a kétdimenziós rendszerbe, tehát itt jól látszik, hogy nagyon komoly bizonyíték és nagyon határozott erővel támogatja a leggyorsabb beszállítást a megfelelő ellátó helyre. Nagyon fontos, mert szintén gyorsítja az ellátás tervezését, hogyha a sztrókbeteget hozó mentők előre értesítik a kórházat az érkező betegről, célszerű egy telefonszámot megadni az akut sztrókellátó helyen, ahová a mentők be tudnak szólni. Nagyon fontos, hogyha a beteg sürgősségi osztályra kerül, nem pedig dedikált sztrókosztályra, 3 órán belül akkor is a sztrókosztályon a helye a betegnek. Itt a magyarországi ellátó rendszerben korábban nem voltak sürgősségi osztályok, a betegek közvetlenül a neurológiai sztrókosztályok, a sztrókrészegre kerültek. Ezt a rendszert egy kicsit megbontotta az egykapus sürgősségi ellátásnak a gyakorlatilag kötelező bevezetése, tehát ez is kezelhető lett. Nálunk például a Semmelweis Egyetemen úgy történik, hogy a beteget hozza a mentők beszólnak a sürgősségre, onnan átszólnak a neurológushoz, a neurológus átmegy a sürgősségi osztályon, vizsgálja a beteget, ott van a képalkotó vizsgálatnál is, majd meghozzák a döntést, illetve a neurológus kolléga meghozza a döntést annak ismeretében, hogy van vagy nincs nagy elzáródás, hogy állunk az időablakkal, és hogy állunk az egyéb indikációs, illetve kizárási kritériumokkal, és az alapján megszületik a döntés, hogy a beteg alkalmas vagy nem alkalmas reperfúzióra, ha nem alkalmas, akkor vagy felveszik a klinikára, vagy megy a területi ellátóhelyre, ha alkalmas reperfúzióra, el kell dönteni azt, hogy artériás beavatkozásra alkalmas vagy nem alkalmas. Ha alkalmas, akkor elindítjuk a trombolízist, és a továbbszállító mentőben folyik a trombolízis, és áthelyezzük a beteget egy intézménybe, ahol a mechanikus trombektómiára lehetőség van. Ha nem alkalmas a beteg az artériás beavatkozásra, akkor a klinikánk őrzőjében történik meg, vagy fejeződik be a trombolízis. Nagyon fontos probléma és nagyon gyakori tévedés volt a vérnyomás kezelése a hiperakut állapotokban, tehát hogyha nem történik trombolízis, akkor a vérnyomást csak a 220/120 higanyométer fölötti érték esetén csökkentjük, akkor is csak körülbelül 15%-kal az első 24 órában. Ez is nagyon erős ajánlás, mivel randomizált vizsgálatok ilyen, ezt a kérdést illetően nem voltak, ezért evidencia szint támasztja ezt az erős ajánlást. Nagyon fontos trombolízis előtt eldönteni, hogy a betegnek van vérzése vagy nincs, erre mind a CT, mind az MRI vizsgálat alkalmas. Hát itt az egyes stroke centrumokban a rendelkezésre álló vizsgálati lehetőség határozza azt meg, hogy a CT vagy az MRI mellett döntünk.
Mivel bizonyítottan hatékony eljárás az elmúlt 5 évben már az intraartériás beavatkozás, tehát a mechanikus trombektómia, hogyha a betegnél felvetődik, hogy erre a beavatkozásra esetleg sor kerülhet, akkor mindenképpen az első képalkotó vizsgálat során, akár a CT-ben, akár az MR-ben el kell végezni a szöveti képalkotás mellett a CT vagy MR angiográfiás vizsgálatot is. Nagyon fontos, mivel időfaktoros beavatkozásról beszélünk, nagyon fontos a gyorsaság, tehát a képalkotó vizsgálat leletének a beérkezést követő, tehát a beteg egészségügyi intézménye érkezését követő 45 percen belül készen kell lennie. Tehát nyilván itt nagyon fontos, hogy a beteget fogadó, vagy központi sürgősségi osztály, vagy direkt a stroke centrum, illetve a képalkotó intézet, radiológiai klinika, klinikai képalkotó központ között írásos megegyezés legyen, ez nagyban segíti azt, hogy pontos és világos legyen, kinek, mikor, mi a feladata. Ezt 5 évvel ezelőtt rögzítettük először írásban, most folyik ennek a felfrissítése. A laborvizsgálatok is sok gondot okoztak, sok késlekedést okoztak. A jelenlegi irányelv szerint a laborvizsgálatok közül csak a vércukor értékét kell megvárni az intravénás trombolizis előtt. Az összes többi vizsgálatok, ami szükséges, azt ugye el kell végezni, nem kell az eredményét megvárni, hogyha nincsen például gyanú arra, hogy a beteg antikoagulánszer vagy véralvadási zavara van, az INR értéket elég a trombolizis kezelését követően megvárni, és ha esetleg gond lenne, váratlan gond, akkor abba lehet hagyja a beavatkozást. A CT felvételek elemzésekor a trombolizis indikációinál nem szokott világos lenni, ezért kitérek arra, hogy lehetnek a CT felvételen, ha CT-vel történik a diagnosztika az adott helyen, korai iszkémiás jelek, és lehet egyértelmű hipodenzitás. Itt a teendő a két esetben nem ugyanaz. Ha csak korai iszkémiás jelek látszanak a CT-n, akkor függetlenül annak a méretétől a trombolizis javasolt beavatkozás. Ha viszont egyértelmű hipodenzitás van, ami már kialakult végleges infarktus jelent a natív CT-n, akkor ez nagyon nagy mértékben növeli a vérzéses szegődmény kockázatát. Hogyha az egyértelmű hipodenzitás, tehát a permanens már kialakult infarktus nagyobb, mint az artéria cerebrum média területének 1/3, akkor ne végezzünk trombolizist, mert több lesz a veszély, mint amennyit nyerni lehet rajta. Nagyon fontos az időfaktor, mind a trombolizisnél, mind a mechanikus trombektóniál is majd. A trombolizis annál hatékonyabb, minél hamarabb történik. Tehát célszerű olyan rendszert kialakítani, amikor a kórházba érkezést követően 60 percen belül el lehet kezdeni a kezelést. Hát itt különböző verseny van, különböző nemzetközi stroke centrumok között, például Csehországban vannak olyan centrumok, ahol 20 perc alá tudták szorítani a kórházba érkezést és a trombolizis elkezdésének az idejét. Ebben a 20 percben benne van a képalkotás, a leletezés, a neurológiai döntés, a nővéreknek a előkészülete, stb. Tehát ezt mindenképpen a helyi szervezőknek kell arra törekedni, hogy az úgynevezett door to needle time, tehát a kórházba érkezést követően a trombolizis elkezdése között minél kevesebb idő teljen el. A streptokináz már évek óta nem használatos, 15-20 évvel ezelőtt a kardiológiában alkalmazták ezt a készítményt szívinfarktus kezelésére, és azt követően annak az analógiájára próbálták ki, akut iszkémiás sztrókban 3 vizsgálat is volt, az európai, az olasz és az ausztrál vizsgálat, jó régen, 20 évvel ezelőtt, vagy még több is, mind a 3 vizsgálat azt igazolta, hogy a streptokináz alkalmazása mellett nagyon nagy elfogadhatatlanul magasabb érzéses szövődmények aránya, éppen ezért streptokináz alkalmazása nem javasolt trombolizisre akut iszkémiás sztrókban. Az iszkémiás sztrók farmakoterápiáját összefoglalva, tehát a hivatalos FDA álláspont azóta sem változott, ez egy 2010-es közlemény. Ez az egyetlen olyan kémiai hatóanyag, ami az akut iszkémiás sztrók kezelésére a különböző feltételek mellett alkalmazható, és tulajdonképpen a hatását úgy foglalhatjuk össze itt a dia jobb oldalán lévő ábrában, hogy körülbelül 32 beteg javul, 100 betegből, ebből 13 közel tünetmentes lesz, és körülbelül 3 a súlyos, illetve halálos
szövődményeknek az aránya. Hogy alakultak a trombolizis számok Magyarországon? Ez a táblázat azt mutatja, hogy egy ilyen 15 évvel ezelőtt, 2005-ben még 100 alatti volt országosan a beavatkozások száma, holott ekkor már jó régen, közel 10 éve ismertek voltak a nemzetközi vizsgálatnak, meg az amerikai vizsgálatnak az eredményei. 10 év alatt 2015-re ez a szám jelentősen növekedett, tehát terjedt a bizonyítékokon alapuló stroke-ellátás Magyarországon is. A 10 év alatt a trombolizisek számában 20-szoros növekedés volt, és 2016-ra eljutottunk odáig, hogy már 4 óránként volt Magyarországon akut iszkémiás stroke miatt egy kezelés. 10-15 évvel ezelőtt a jó szervezett osztrák egészségügyi ellátó rendszer már azt közölte, hogy akut iszkémián stroke-ban a trombolizisek aránya 20% volt, ezt akkor inkább hittük is, meg nem is, mert mi még az 5%-os célt sem értük el akkor, viszont örömmel jelentem, a Magyarország 39 stroke centrumából 24-en részt veszünk nemzetközi reprezentatív adatgyűjtésben, és 2020-ra eljutottunk odáig, hogy az adatokat közlő stroke centrumokban Magyarországon is az arány már 20% vagy a fölé emelkedett. Természetesen ez nem reprezentálja a teljes országot, csak a stroke centrumok közül is azokat, akik ebbe a rendszerbe jelentik az adatokat. A trombolízist hagyományosan az első indikációs időn belüli 0 és 3 óra közötti időszakra, illetve 3 és 4 és fél óra közötti időszakra oszthatjuk, és még a 2019-es amerikai irányelv is különbséget tesz a két időperiódus között. Azt hangsúlyozva, hogy 5 indikációs területen, 5 kontraindikációban más a helyzet az első 3 órában, illetve a 3 és a 4 és fél óra közötti időszakban. A 3 és 4 és fél óra közötti időszakban kizáró kritériumnak tekintik, vagy tekintették a 80 év fölötti életkort, a K-vitamin antagonista készítmény szedését függetlenül attól, hogy mennyi az INR érték. Hogyha a beteg olyan súlyos állapotban van, hogy a kezdeti NIH korskálán 25 pont már többet ér el, hogyha az iszkémiás károsodás ideértve nem csak nem a kialakult hipodenzitás, hanem a korai jeleket kiterjedtebb, mint az artériacerebrum média területének az egyharmada, illetve az 5. ilyen kizárási kritérium az volt, hogyha a betegnek korábban már volt sztrókja és diabéteses. Megállapítja már a 2019-es irányelv is, hogy ebből az 5 kontraindikációból 4 bizonytalan, és ezért ezeknél a további vizsgálatok eredményére van szükség. Itt az első kérdés ugye a 80 év fölötti életkor, a második kérdés, hogy valóban az INR-től függetlenül-e, tehát akkor is, hogyha az INR 1,7 alatt van, akkor is ellenjavallott-e a trombolizis 3 és 4 és fél óra között. Mi a helyzet a súlyos klinikai állapottal, tehát az NIH skálán 25 pont fölött értékkel, és mi a helyzet, hogyha a beteg anamnézisében stroke és diabétes szerepel, tehát ezek voltak a bizonytalan kontraindikációk. Volt még néhány relatív kontraindikáció is, amiben a 2019-es amerikai irányelv egyéni megfontolást javasolt. Ilyenek az enyhe stroke tünetek, a gyorsan javuló stroke tünetek, hogyha a betegnek nagy műtéte volt 3 hónappal a sztrókot megelőző időszakban, és hogyha az anamnézisben ugyancsak záros időn belül a betegnek szívinfarktusa volt. Ezekben az esetekben már a 2019-es amerikai irányelv is úgy foglal állást, hogy itt azért megfontolható a veszély és a nyereség lehetőségének az aránya, és ez alapján egyéni döntés szükséges. A 2019-es irányelv már foglalkozik a 4,5 órán túli időablakban végezhető trombolizis kérdésével, és úgy foglal állás, hogy ez a kérdés csak úgy dönthető el, hogy olyan szofisztikált képalkotó eljárás van, ami ki tud mutatni olyan agyterületet, ami még megmenthető, ezt elegánsan penumbra képalkotásnak nevezik. Ennek a képalkotásnak az az alapgondolata,
hogy a beteget betesszük egy képalkotó rendszerbe, ez lehet bizonyos körülmények mellett CT és MRI is, és különböző vizsgálati eljárásokkal, tehát itt nem a rutin eljárásról beszélünk, például a CT esetén, tehát nem csak a szöveti képalkotásról. Ha sikerül igazolni olyan területet, ami még megmenthető, tehát nagyobb, mint a végleges infarktus területe, akkor érdemes a reperfúziós kezelést megpróbálni. Nemrégiben jelentek meg a 2021-es európai irányelvek, és itt azért ez egy több olyan kérdésben, hogy a 19-es amerikai irányelv nem foglal állást, pontosítja a véleményeket, illetve tisztába tesz néhány ellenjavallatot is. A 2021-es, tehát a legfrissebb európai irányelv két döntő változást hoz az amerikai két évvel ezelőtti irányelvekhez képest. Tehát megszünteti a 80 éves korhatárt, és megszünteti a 3 órás időablak és a 4,5 órás időablak, tehát a 3 és 4,5 óra közötti különbséget is. Tehát a 80 éves korhatár és a 3 órás, illetve 4,5 órás időablak distinkció a trombolizis vonatkozásában már nem szerepel a 2021-es európai irányelvben, egyszerűen csak a 4,5 órás időablakot alkalmazza, és úgy nyilatkozik, hogy a 4,5 órán belüli stroke esetén azoknál is, akik 80 év fölöttiek, az intravénás trombolizist javasolja az irányelv a rekombináns szöveti plazmamegén aktivátorral. Ez a javaslat, és általában minden javaslathoz van téve egy szakértői állásfoglalás vagy vélemény is, különösen azokban az esetekben, ahol nincsen megfelelő evidencia, és azt a megállapítást teszi itt a 9 szakértőből álló csoport, egységesen úgy fogalnak állást, hogy igazából az életkornak, tehát a 80 éves életkornak semmilyen szempontból sem szabad limitáló tényezőnek lenne az intravénás trombolízis, illetően az egyéb speciális ajánlásoknál sem. Az európai irányelv, az új európai irányelv a 2021-es gyengíti a relatív kizárási kritériumokat, több esetben például a kísérőbetegségek, a stroke előtti korlátozottság, vagy a beteg többé-kevésbé elesett állapota sem jelent kizáró tényezőt. Az ilyen betegeknél is 4,5 órán belül, hogyha multimorbidak, hogyha sérülékenyek, vagy ha volt a stroke előtt is már valamiféle korlátozottságuk, akkor sem zárja ki ezt a betegcsoportot az új irányelv kezelésből, ugyanis ha valakinek már volt korábban korlátozottsága, és jön egy újabb stroke, akkor ez a korábbi korlátozottságot természetesen fokozhatja. Evidencia szint nagyon alacsony, és az ajánlás ereje is gyenge, de minden esetben ez egy ajánlásként megfogalmazott része a 2021-es európai irányelvnek. Ha gyengülnek a relatív kizárási kritériumok a hiperglükémia vonatkozásában is, korábban a 22 fölött millimol per liter fölötti vércukorszint kizáró tényező volt, itt az új ajánlás úgy foglal állást, és nyilván helyesen, hogy attól, hogy valakinek magas a vércukra, attól még a trombolízist érdemes megcsinálni, a trombolízis kezelés nem zárja ki azt, hogy párhuzamosan a beteg vércukrát is rendbe tegyék. A mikrovérzésekkel kapcsolatosan is gyengültek a relatív kizárási kritériumok. Azoknak a betegeknek, akik 4,5 órán belül vannak az iszkémiás stroke kezdetéhez képest, és akiknél nem ismert az, hogy mennyi mikrovérzésük van, vagy ismert, hogy van mikrovérzésük, de kevés, nagyjából 15 alatti, akkor ezeknél a betegeknél a trombolizist el kell végezni szöveti plazminogén aktivátorral. Hogyha a betegnek ismert korábbi vizsgálatokból, hogy sok mikrovérzése van, mert például MRI vizsgálata történt mondjuk néhány hónappal, vagy záros időn belül, és azon rengeteg mikrovérzés volt, akkor ennek az ismerete már kizárja az intravénás trombolízist. Viszont megfogalmazza a szakértői konszenzus, hogyha valaki iszkémiás stroke miatt beérkezik, 4,5 órán belül van, akkor nem szükséges MRI vizsgálatot végezni, annak a feldelítésre, hogy most neki van, vagy nincsen mikrovérzése. Ez az idő fölöslegesen
húzza és a beteg eláshat a kezelés lehetőségét. Fontos kérdés, és érdemes erre kitérni, mert a mindennapi gyakorlatban elég sok zavart okoz, és eléggé jelentős az egyes stroke centrumok közötti mindennapi gyakorlat abban a vonatkozásban, hogy mi legyen az enyhe stroke-okkal. Az enyhe stroke-ot például egyesek definiálják úgy, hogy ennek az NIH stroke skála pontszáma 5 vagy kevesebb, vagy 4 vagy kevesebb. Már a 2019-es amerikai irányelv is elkülöníti azokat az enyhe, az NIH stroke skála pontszám alapján enyhének minősülő stroke-okat, melyek okoznak korlátozottságot a betegnél, vagy nem okoznak korlátozottságot a betegnél. Gondoljunk csak egy nagyon súlyos afáziára, a lehető legsúlyosabb afáziára, hogyha valakinek izolált afáziája van, az az NIH stroke skálán ilyen súlyos afázia mellett 3 pontot kap. Ha nincsen egyéb tünete, akkor ez a beteg ugye enyhe stroke-nak minősül az NIH stroke skála pontszám alapján, viszont a teljes afázia, a totális afázia teljesen lehetetlenné teszi az életét. Ez csak egy példa arra, akinek viszonylag alacsony NIH pontszám mellett jelentős korlátozottsággal járó stroke-ja van. A 2019-es amerikai ajánlás azoknál a betegeknél, akiknek enyhe, de mégis rokkantságot okozó stroke-ja van, és 3 órán belül vannak, az legnagyobb ajánlási erővel javasolja a trombolízisi elvégzését, viszont 3 és 4 óra között már csak egy 2B ajánlást fogalmaz a 2 évvel ezelőtti amerikai ajánlás, a megfontolható kategóriába teszi ezt a betegcsoportot. Egyértelmű a 2019-es ajánlás azok vonatkozásában is, akinek enyhe, tehát alacsonyan áll is pontszáma van enyhe sztrókja, de ez nem okoz korlátozottságot, gondoljunk itt valakinél mondjuk egy izolált centrális faciális lézióra, vagy egy enyhe ataxiával járó dizartria ügyetlenké szindrómára, hát itt is ugye 4 pont vagy annál kevesebb az elérhető pontszám, de a beteget adott esetben nem teszi korlátozottá. Függetlenül, hogy 3 órán belül, vagy 3 és 4 óra között van a stroke kezdetétől eltelt idő, az ilyen esetekben, tehát ahol enyhe a stroke és nem okoz korlátozottságot, mivel a beavatkozásnak nincsen előnye, azért ebben a betegcsoportban nem javasolja a 2019-es ajánlás az intravénás trombolízis. A 2021-es ajánlás változatlan, ha az NIH pontszám alacsony, de a betegnek mégis jelentős korlátozottsága van, akkor javasolt a trombolízis. A 2021-es európai ajánlás annyiban különbözik a 2 évvel korábbi amerikaitól, hogy nem tesz különbséget a 3 órán belül és a 3 és 4 és fél óra közötti időablak között, hogyha korlátozottságot okozó iszkémiás sztrókon is 4 és fél órán belül van a beteg, akkor javasolt az intravénás trombolízis, közepesen erős az evidencia szint és erős az ajánlás. Míg, hogyha a betegnek nincsen korlátozottságot okozó sztrókja, a tünetek enyhék, akkor egyezően a 2 évvel ezelőtti amerikai ajánláshoz nem javasolja a beavatkozást. Tehát igazából itt a magyar gyakorlatban is két szélsőség szokott előfordulni. Az egyik, hogyha valaki konzekvensen ragaszkodik itt egy 4-es vagy 5-es NIH stroke skála pontszámhoz, és mondjuk egy totális afáziás betegnél és az NIH pontszámra hivatkozva nem végzi a trombolízist, ez hiba, de ugyanúgy helytelen az a gyakorlat, hogyha valakinek csak egy enyhe centrális faciális léziója van, elér egy pontot mondjuk az NIH stroke skálán, és mivel van tünete, megcsinálja a trombolízist, azért a trombolízisnek van szövődménye. Az ilyen esetekben nyilván nem véletlenül fogalmaz az európai és az amerikai állás, és így a beavatkozás nem indokolt. Ezek a betegek, akik akut sztrókot szenvednek, nagyon gyakran egyéb állapot, például a tudva a fibrilláció miatt félrevadásgátló kezelésben részesülnek már a sztrók előtt, és egyre gyakrabban találkozunk mi is olyan betegekkel, akik úgy kapnak sztrókot, hogy például új típusú direktorális antikoagulánst szednek. Itt vannak persze laboratóriumi határértékek, a direkt 10-es A-faktor aktivitás, mondjuk a 0-5 fölött van, stb. Ilyen szempontokat meg lehet fogalmazni, de még jelenleg is az az álláspont, hogy igazából akkor vagyunk biztonságban, és akkor végezhető minden gond nélkül a trombolizis, hogyha legalább 2 napja nem vett be gyógyszert az illető, és normális a vese funkciója. Azokon a helyeken,
ahol van lehetőség különböző specifikus laborvizsgálatokra, tízes faktor aktivitás szinte, stb. És megbízható a labor, ott lehet egyéni megfontolást alapján olyan laboratóriumok mellett, amik kizárják a NOAK hatást, elvégezni a beavatkozást, de rutinszerűen a irányár szintén még mindig ez a kétnapos szabály az, amit érdemes betartani. Nem változott ez régi szabály, hogy aszpirint vagy egyéb trombocita agregáció gátló készítményt ne adjunk az intravénás trombolizis követő 24 órán belül, ez veszélyes érzésveszélyt okozhat. A hemodilúció, ez egy régi kérdés, az én már évtizedekkel ezelőtt eldőlt, hogy nem javasol, benne maradt az új irányelvben is, de kitért az új irányelv, hogy a hipervoléniás hemodilúció nem javasolt, az egyéb hemodilúciókról már a korábbi irányelvet is eldöntötték, hogy nem alkalmazható. Statin kezelés, a stroke-ot szenvedő betegek jó részének van kardiovaszkuláris betegsége, így gyakran előfordul, hogy statin szedés mellett alakul ki a stroke. Az a tapasztalat, hogy ha a beteg a stroke előtt statin szedett, a vizsgálatok alapján ne hagyja abba, mert jobban jár az a beteg, aki tovább folytatja a statint, az a stroke után is, mint amiknél abban maradt ez a kezelés. Fontos a mélyvénatrombózis prevenció azoknál, akiknek alsóvégtagi parézisük van és fokozott a kockázatuk a mélyvénatrombózisra. Itt antikoagulálás az elsődleges preventív dózisra, antikoagulálás az elsődleges kezelés, akinek nem lehet ezt a kezelést adni, mert intermitteló külső kompresszió javasolható. Nyelésképtelenség a következő probléma, a nyelésképtelen beteget szondán kell táplálni, ez egy erős ajánlás. Nazogasztikus, nazoduodenális vagy PEG jön szóba, és ennek a sorrendjéről úgy fog állást az ajánlás, hogy mesterséges táplálás esetén mielőtt a gasztrosztómát megkérjük a betegnek, adjunk a betegnek 2-3 esélyt arra, hogy nazogasztikus szonda mellett is visszatér a nyelése. Profilaktikus gyógyszerek akut iszkémiás sztrókban profilaktikus célból antibiotikum kezelés rutinszerűen nem javasolt, nem készítettem ábrát, de ugyanez a hasonló logikával, ugyanez az ajánlás az antiepileptikumokra is vonatkozik, tehát hogyha a betegnek stroke után nincs epilepsziás rosszulléte, profilaktikus célból antiepileptikus kezelés sem kell beállítani. Komoly probléma is az életet veszélyezteti a cerebrális infarktushoz társuló ödéma és az ezt követő intrakraniális nyomásfokozódás lehetősége. Erre a lehetőségre figyelni kell, és figyelni kell akkor is, hogyha a betegnek hátsó skála infarktusa van, és akkor is, hogyha az előső skála infarktusa van. A hátsó skálai és egy infarktusokkal kapcsolatosan az ajánlás úgy foglal állást, hogy a térfoglaló kisegyi infarktus műtéti rezekciója az hatékony a beékelődés és az agykörzsi kompresszió megelőzésére. Hát ez a mindennapi gyakorlatban ugye azt igényli, hogy idegsebésszel szoros kontaktust tartsunk, és hát sajnos gyakran előfordul, hogy az idegsebészi konzílium során még a betegnek nincs tudatzavara, azért nem veszi át az idegsebész, aztán utána 2 óra alatt hívjuk vissza, hogy most meg már van tudatzavara, akkor meg már azért nem. Minden esetre erről a problémáról tudni kell. A cerebelláris infarktusok, hogyha nagyméretűek és agytörzsi kompresszió tüneteit kezdjük okozni, akkor mindenképpen idegsebész konzíliumot kell az ilyen betegekhez hívni. És hát az irányelv nagy ajánlási erővel úgy foglal állás, hogyha konzervatív kezelés ellenére a neurológiai állapota rosszabbodik a betegnek a cerebelláris infarktusban, akkor a cerebelláris rezekció az indokolt. Ha a féltekékre térünk rá, a szupratentoriális rendszerre, a maligus féltekei ödémában a dekompresszív sebészi ellátás ismert, hogy hatékony és potenciálisan életmentő beavatkozás, ezzel kapcsolatosan volt randomizált vizsgálat is, és az ajánlás az egy erős ajánlás. Itt életmentő beavatkozásról van szó, az másik kérdés, hogy a beteg milyen állapotban fogja túlélni. Kamradén behelyezéssel hasznos az agyinfarktus következtében kialakul akut hidrokefalust kezelésére. Ez
ezt szívesebben végzik az üregsebészet, mint a átsuskálai beavatkozást cerebellális infarktus esetén. Könnyebben meggyőzhetők általában. Most mikor vessük fel a sebésznek, azt az idegsebésznek, hogy a malignus agyedéma kezelésére idegsebészeti beavatkozás megfontolandó, akkor, hogyha a konzervatív eljárások haszna, az, vagy beavatkozások nem hasznosak, és külön irányelv készült az Amerikai Stroke Társaság részéről itt az agyedéma ellátásáról. Itt az ozmoterápiát alkalmazható beavatkozásnak minősíti, az amerikai irányelv viszont nem javasolja a hipotermiát, a barbiturátokat és a kortikoszteroidokat, mivel nincsen elég adat ezekről a beavatkozásokról. A hemikraniektómia az adott feltételek mellett hatékony. De mik ezek a feltételek? A beteg ne legyen idős, ez azt jelenti, hogy 60 évnél legyen fiatalabb, egyoldali legyen az arteriális cerebrum média infarktus, járjon a neurológiai tünetek súlyosodásával, és a beteg legyen 48 órán belül a stroke kezdetétől számítva. Hát azért ezek a kritériumok fogalmazódtak itt meg, mert volt egy ilyen vizsgálat, ahol ezek voltak a beteg bevételi feltételek. Most azért annak, azt mindenkinek tudnia kell, hogy a hemikraniektómia az nem egy fúrt lyuk, meg egy kis beavatkozás, itt egy saját betegünknek a bal oldalon a rekonstruált CT felvételén a csont látszik, tehát ez majdnem egy tenyérnyi területet ki kell vágni, nem, és a jobb oldali panelen pedig a betegnek a fejét, tehát egy ekkora beavatkozásról van szó. Mikor jön szóba a hemikraniektómia indikációját, figyelni kell a beteget, és hogyha tudatzavar alakul ki, akkor ez egy jó jelzés lehet arra, hogy az agyedéma fokozódik, és az áll a tudatzavar hátterében. Igen, megfogalmazza az ajánlást, de az adott vizsgálatban nem ilyen betegek voltak, hogy 60 év fölött nem, tehát bizonytalan a beavatkozásnak a hatékonysága, és ugye 48 óra volt az addigon, amire 48 órán belüli javaslatot tette az ajánlás, de bizonytalan műtét optimális időzítése is. A trombolizis követően érdemes az intraarteriás beavatkozásokkal kapcsolatos irányelvekre is rátérni. Itt bal oldalon egy arteriás cerebrum média okklúzió látszik, tehát az beavatkozásnak egy tárgya lehet, aztán az arteria basilaris, a kalotis intrakraniális szakasz, a média kezdeti szakasza, itt a jobb oldalon egy elzárodott basilaris látszik, illetve nem látszik semmi, mert el van zárodva a basilaris. Az intraarteriás beavatkozásoknak egy viszonylag rövid története van. 8 évvel ezelőtt jelent meg, majdnem napra pontosan, 3 közlemény a New England Journal of Medicine-ben. Mind a 3 közlemény az intraarteriás beavatkozásokkal foglalkozott. Az első study azt a kérdést vizsgálta, hogy van-e értelme a bridgingnek, magyarul annak, hogy elkezdjük az intravénás trombolízist, aztán folytatják intraarteriásan. A második vizsgálatnak az volt a kérdése, hogy van-e egyáltalán értelme a intraarteriás kezelésnek akut iszkémiás sztrókban. A harmadik study pedig azt a kérdést vizsgálta, hogy van-e értelme a penumbra képalkotásnak. Itt a részletekben nem belemelve mind a 3 vizsgálat negatív eredménnyel zárult, és eléggé pesszimista lett a hangulat az intraarteriás beavatkozások vonatkozásában. Viszont nem sokkal később, 2014. decemberében közölték a Mr. Quinn vizsgálatot, egy hollandiai vizsgálatot, ennek az eredményét. Ez 500 beteg volt, intrakraniális, tehát a proximális élelzáródás volt, 6 órán belüli kezeléssel, és a két kezelési csoport az intraarteriás kezelés versus nincs intraarteriás kezelés volt. Itt az intraarteriás kezelés nem csak mechanikus trombektómia lehetett, hanem intraarteriás trombolizis is, és a mechanikus kezelésnek is mindenféle változatát megengedték. Az elsődleges végpont az volt, hogy 3 hónappal, tehát 90 nappal a beavatkozást követően a beteg alkalmas vagy nem alkalmas önellátásra, és hát itt ez az ábra foglalja össze a lényeget, akiknél volt beavatkozás, azok 33%-a volt önállátó 3 hónappal a stroke után, ez azt jelenti, hogy a módosított Rankin skála értéke 0, 1 vagy 2 volt, míg a kontrollcsoportban csak 19%. Ez magasan szignifikáns volt, tehát ez a jól szervezett, gyorsan végzett vizsgálat
igazolta az intraarteriás beavatkozásoknak a hatékonyságát. Aztán 2015 elején Grotta és Hacke írtak egy összefoglaló cikket az endovaszkuláris vizsgálatokról, és a korábbi három vizsgálatot, amit a szomorú vizsgálatoknak neveztek, ezt az öt új vizsgálatot a boldog vizsgálatok névvel illették, és hát hangsúlyozták azt, hogy ezek során a vizsgálatok során azért a betegek szöveti plazmonogén aktivátort is kaptak, betegek jó részénél az intraarteriás beavatkozás előtt az intravénás trombolízis is megtörtént, és hát nyitva marad az a kérdés, ami azóta is nyitva van, hogy mi a helyzet akkor, hogyha a betegnél nem történik intravénás trombolízis, csak intraarteriás beavatkozás. El kell azért azt mondani, hogy ezek a vizsgálatok, ezek a úgynevezett boldog vizsgálatoknál mennyi idő is telt el a stroke kialakulása és az arteria femorális funkciója között. Jól látod, hogy 4 óra, 3 óra, 3 és fél óra, 3 és 3 negyed óra, 4 és fél óra, több mint 3 óra. Tehát a stroke kezdetétől a beavatkozás kezdetéig minden esetben több idő telt el, mint 3 óra, és azért akkor még 3 óra volt az intravénás trombolízis standard időablaka. Hál' Istennek azonban és a vizsgálati elrendeződésnek a betegek többsége, tehát 90%-a kapott intravénás trombolízist is az intraarteriás beavatkozást megelőzően. Tehát a lényeg az, hogy ha nem kaptak volna ezek a betegek intravénás RTP-ját, akkor gyakorlatilag az első 4 órában kezelés nélkül maradtak volna. Épp ezért a jelenlegi irányelvek ajánlásai továbbra is érvényesek. Azok a betegek, akik alkalmasak intravénás trombolízisre, akkor is meg kell, hogy kapják ezt a kezelést, hogyha intraarteriás kezelésre várnak, vagy megfontoljuk ezt a kezelést. A mostani viták, amik még irányelvek szintjén nem jelentek meg, azt a kérdést vizsgálják, hogy mi van akkor, ha a beteget rögtön lehet olyan centrumba szállítani, ahol nem csak az intravénás trombolízisre, hanem az intraarteriás beavatkozásra is van lehetőség. Tehát az ilyen centrumokban viszonylag nem telik el annyi idő, ahhoz a centrumhoz képest, ahol nincsen intraarteriás beavatkozásra lehetőség, és ott a szállítás stb. Meg kell szervezni. Ennek a kérdésnek az eldöntése, tehát az, hogy azon centrumokban, ahol primeren lehetőség van mindenfajta továbbszállítás nélkül mechanikus trombektómiára, ott van-e értelme, vagy nincs értelme előtte trombolizist elkezdeni, ezt a kérdést jelenleg még egyrészt randomizált vizsgálatok elemzik, másrészt szisztematikus összefoglalóknak is tárgya. Ez a jelenlegi irányelv, amit itt olvashatunk, tehát jelenleg még az az álláspont, hogy az intravénás trombolízist el kell kezdeni, akkor is, hogyha a beteg intraarteriás beavatkozásra vár. Azért, mert a minél több időt telik el a stroke után, több agyszövet vész el. Azok a betegek, akiknél nem javasolható intravénás trombolízis, viszont van elzáródásuk van, természetesen a mechanikus trombektómia az szóba jön, ez megkísérelhető beavatkozás. A mechanikus trombektómiára is igaz, hogy annál hatékonyabb, minél hamarabb történik, tehát az is egy időfaktoros beavatkozás. A intraarteriás trombolízis standard időablaka az a 6 óra, és az elmúlt években jelentek meg olyan vizsgálatok, amelyek azt igazolják, hogy bizonyos esetekben 6 és 24 óra közötti stroke után eltelt idő periódus esetén is érdemes, hogy szóba jön ennek a beavatkozásnak az elvégzése. Tehát azokról a betegekről van szó, akiknek igazolt nagy érokluziójuk van, akiknél különböző képalkotó vizsgálatokkal, CT perfúzió, diffúziós MRI, MR perfúziós vizsgálat, flare, diffúzió, mismatch, stb. A képalkotás leheten még megmenthető szövetre utal, és hát eléggé szigorú kritériumok vannak, néhány vizsgálat volt, melynek a levételi kritériumot meg kell tartani ahhoz, hogy ez a beavatkozás indokolt legyen. Nálunk a klinikán volt egy felmérés azoknál a betegeknél, akiknél 6 órát követően vetődött fel az intraarteriás beavatkozás lehetősége. 22 beteget kellett teljes részletességgel ilyen szofisztikált képalkotással átnézni, ahhoz, hogy a 22-ből egy alkalmas legyen intraarteriás beavatkozás, és most a 6 órán túli, tehát 6 és 24 óra közötti betegekről beszélek. A logikai lényege a kiterjesztett időablaknak az, hogy tudunk azonosítani egy olyan területet, ami még megmenthető. Itt ebben az esetben például a diffúziós súlyozott képalkotás mutatja az infarktus területét, a perfúziós súlyozott képalkotás a csökkent véráramlású területet,
testet, de ami még életképes, és ugye kettő különbsége a zöld, tehát ezt a zöld területet lehet megmenteni 6 órán túl is, ha találunk ilyen területet, az az úgynevezett mismatch, vagy penumbra térfogat. A beavatkozási időablakokat foglalja össze ez az ábra, tehát fölül az intravénás trombolizisnél a standard időablak a 4,5 óra, most már a 3 órát a legfrissebb európai irányával alapján el is felejthetjük. 4,5 és 9 óra között van a kiterjesztett időablakra lehetőség a szofisztikált képalkotás alapján, de erről tudni kell, hogy ez indikáción kívüli alkalmazás, tehát etikai beleegyezés, etikai engedélyt igényel. A mechanikus trombektómia standard időablak a 6 óra, és 6, illetve 24 óra között szintén penunga képalkotás és szigorú kvantitatív kritériumok alapján lehet a beteget mechanikus trombektómiára küldeni. Az új ajánlások fő szempontjai tehát, hogy a stroke kialakulás után a trombolizis minél hamarabb megtörténjen, betegszállítás, vizsgálatok redukálása, ellátásszervezés, intrakraniális nagyérokklúzió igazolódásakor az intravénás trombolizis elkezdésével egy időben indítsuk el a trombektómia szervezését, ne veszítsünk időt alkalmatlan helyre való szállítással, később is elvégezhető vizsgálatokkal, laborreletekre való választozásra, itt a kivételt a vércukor jelenti. Nem specifikus kezelésekre ügyelni kell, tehát a vérnyomás, a láz, a hipovolémia, a vércukor. A szövődményeket lehetőleg meg kell előzni, illetve felismerni, agyadéma fertőzések, és hát nagyon fontos a stroke centrumokban a teljesítménymérések, külső akkreditáció, illetve a belső auditálás. Hogy is változott az iszkémiás stroke kezelése, tehát az elmúlt 35 évben Magyarországon, itt a papaverinnel, a vértágító készítményekkel kezdődött a dolog, aztán a hemodilúcióval jöttek az agyfényesítő készítmények is. Mára igazából, ami mostanra túlélt, ez a trombocitagátló készítmény, az intravénás trombolízis, illetve a trombektómia. Aktuális kihívás a stroke ellátásban a COVID-járvány. Itt a mai állapot látható, itt a piros csíkkal az első hullámot jeleztem, annyira kevés beteg volt, hogy itt nem is látszik, aztán a második meg a harmadik hullám, ugye ma volt eddig a legtöbb új eset 9000 fölötti, és a klinikán megnéztük azt, hogy az első hullámhoz képest, tehát amikor még itt alig volt beteg, az egy évvel korábbi értékhez hasonlítva hogyan alakult a trombolizisek száma, és hát bizony már ez a kis járványhullám is nagyon intenzíven megmutatkozott, az intravénás trombolíziseknek az aránya 26%-ról 16%-ra csökkent. Tehát igazából az egyik nagy feladatunk a COVID járványhoz való alkalmazkodás. Mutatnám még, hogy a Magyar Stroke Társaság a klinikai irányelveket 95 óta, tehát most már 25 éve rendszeresen kiadja. A legfrissebb elérhető a 2017-es, de örömmel jelentem, hogy most készül a legfrissebb, reméljük, hogy ősszel kész lesz. Összefoglalva tehát elmondhatjuk, hogy évente Magyarországon körülbelül 35 ezer kórházi felvétel történik akut stroke miatt. A trombolízissel és mechanikus trombektómiával kezeltek aránya legalábbis a stroke centrumokban közelíti a 20%-ot, viszont ebből a 20%-ból is látszik, hogy az akut stroke betegek döntő többségénél, tehát kb. 90%-ánál a stroke kimenetelét nem az erek megnyitását célzó beavatkozások, hanem az ápolás és a rehabilitáció minősége dönti el, figyelni a nyelésre, táplálásra, dekubitusra, pneumóniára. Egyik legfontosabb feladat a lakossági felvilágosítás. Ennek az eredménye, hogy ugye az elmúlt 15 évben több mint 10-szeresére nőtt a trombolizisek száma. Ösztárosra valami szinten a megelőzés, tehát a primer prevenció a legfontosabb, itt lehetne elérni, vagy tovább javítani a magyarországi adatokat, és hát az akut kihívás az ellátás biztosítása a COVID-járvány idején, és hát a nemzetközi stroke szervezetek is úgy fogalmaztak, hogy a korábbi maradj otthon jelszóval szemben, hogyha stroke van, akkor ne maradj otthon, a stroke-ot élsz magadon, és a környezeten azonnal mentőt hívjál. Ezzel a diával szeretném befejezni az előadást, és köszönöm szépen a figyelmet. Köszönjük szépen a nagyon nagyévű áttekintést. Egy kicsit hiányérzetem van, hogy Pápai Páris Ferenc nem hangzott el. Majd erre kérnék szépen egy kis kiegészítést a Preszki professzor úrtól, és annyit szeretnék még kérdezni, hogy látod a
finanszírozással kapcsolatosan egy ilyen everlasting sztori van, hiszen minden más páros évben nekiugrunk, hogy javítsunk. Hol látod a kitörés pontokat, illetve a megoldatlan problémát? Pápai Párizs Ferenccel kapcsolatosan már júniusban lesz itt ezen az akadémiai egy másik előadásom, a sztók ellátás történeti, ott akkor majd azt kitérek, áll meg ígérem. A finanszírozással kapcsolatosan annyit, ugye, hogy a hallgatóság tudja, azt történik, az elmúlt években több alkalommal kerestük az egészségügyi döntéshozókat meg azzal, hogy azoknak a betegeknek a finanszírozását meg kell oldani, akik akutan beérkeznek, megtörténik náluk mindenfajta képalkotó és egyéb vizsgálat, aztán kiderül, hogy valami oknál fogva nem alkalmasak sem trombolizisra, sem mechanikus trombektómiára, ezeknek a betegeknek nagyon alacsony a finanszírozása, ugyanannyi, mint hogyha semmi nem történt volna velük. Csak egy tabletta aszpirint kaptak volna, mondjuk. A javaslatunk az volt, hogy ezeknél a betegeknél legyen egy olyan korrekt finanszírozás, ami fedezi a kezelési költségeket. Ez azóta is az asztalon van, többször visszatértek rá, de a döntés nem született. Én azt gondolom, hogy ezt valahogy tulajdonképpen vissza kéne tenni az asztalra, mert ez egy megoldatlan probléma. Jelenleg nem látom ezen túl a megoldását, tehát az egészségügyi kormányzattal kell ismét tárgyalni. A kollerákos professzor úgy kérdezte, hogy a diagnózis és a kezelés eldöntésével mennyire támaszkodsz a saját tapasztalatodra és mennyire a guideline tanácsaira. Itt az előadásban a guideline iránymutatása szerepelt. Akkor térünk el a guideline-tól, hogy ha valami egyéni olyan speciális tulajdonsága van a betegnek, amelyek nem teszik azt lehetővé, hogy az egyértelműen ajánlott beavatkozásokat megtegyük. Itt én most nem tehát például mit mondjak, például, hogyha ugye van egy, ez az ajánlás nem tértem ki, hogyha a betegnek szívinfarktusa volt a megelőző 3 hónapban. Most ezt ilyen kategorikusan nem lehet mondani, tehát hogyha mondjuk az elmúlt 5 napban volt szívinfarktusa és transzmurális szívinfarktusa volt, akkor nem csináljuk meg a trombolizis, de hogyha az elmúlt 3 hónapot tekintve 1 hónappal ezelőtt volt egy nemesti elevációval járó szívinfarktus, akkor megcsináljuk. Tehát ilyen, de ezekre az eltérésekre az irányelv lehetőséget is ad. Igen, ez nagyon fontos kérdés, amit feltett Ákos, mert az élet mindig más, ahogy Goethe mondta, hamis minden teória, és az élet aranyló fáj a zöld. Mondok egy konkrét példát, a beteg javult, Dani erre ki is tért az előadás során, és nem tudjuk, hogy fogja az éjszaka során súlyosbodni megint, minimális vagy tünetei még maradtak, vagy nem tudjuk eldönteni, hogy egy posztepilepsziás bénulása van, vagy pedig szélütés, mert ezek nem mindig egyértelműek. Én mindig azt szoktam mondani, inkább beavatkozni, mert például, hogyha rosszul döntöttünk, és ez egy pszichogén parézis, vagy egy TOT parézis volt, egy egészséges agysövetnek az a kis TPA minimális a valószínűsége, hogy vérzés fog csinálni. Ezt a rizikót vállalni kell, és ugyanakkor ez egy beteg valószínűleg egy trombofiliás állapotban van, amikor a tünetei így hullámzanak, talán egy rög lejjebb csúszott, talán kinyílt egy kollaterális, de ki tudja, hogy be fog ez záródni. Én mindig azt mondom, hogyha nincs nagy disznósága CT-n, ha valaki olyan szerencsés, hogy MR tud végezni, akkor pláne, inkább a beavatkozás mellett, tehát egy vénás lízis. Megmondom őszintén, mi néha azt is meg szoktuk csinálni, hogy amikor nagyon enyhék a tünetek, vagy bizonytalan a dolog, hogy nem 0,9 per testsúlykilogramm, hanem 0,6. Én annyit tennék ehhez hozzá, hogy ezt megnéztük itt mi is a klinikán, hogy mi a helyzet ezekkel az úgynevezett stroke mimikekkel, tehát a stroke állapotot utánzó helyzettel, főleg 2 betegcsoport jön szóba, az egyik a totparézis epilepsziás roham után, hogy nem látjuk az epilepsziás rohamot, a beteget behozzák, nincs a anamnézis, a másik meg a migrén aura. Ezek a stroke mimikek körülbelül az összes trombolizis eseteknek lehet szempontból függően 10-20% között szokták jelenteni. Viszont azt tudni kell, hogy ezeknél a betegeknél nagyon-nagyon alacsony a trombolizis szövődményének a száma, tehát teljesen egyetértek azzal, amit Csibalaci mondott, hogy ha nem vagyunk biztosak benne, akkor inkább csináljuk meg a trombolizist, mert nem veszítünk vele, azt a néhány milligram RTPA-t leszámítva, viszont hogyha a betegnek meg ugye mégis sztrókja volt, vagy sztrókja van, és itt bizonytalanok vagyunk, hogy lehet, hogy mégis epilepsziája volt, akkor meg ott hagyjuk a tünetekkel. Tehát a sztrók mimikek
mellett, azon túl, hogy egy kis RTPA-t nem megfelelően használunk, nagyon-nagyon kevés a veszélye, és sokkal több veszélynek tesszük ki a beteget, hogyha a bizonytalanság miatt várunk. Köszi szépen, Dani. Kérdés vagy komment, csetem vagy nem csetem? Én azt hiszem, hogy Koller professzor úrnak meg válaszoltam, így van. Igen. Jó, hát ha nincs semmi, akkor köszönjük szépen a magyarországi magyaroknak és a erdélyi magyaroknak is. Kopándi Magdinak a nevét látom itt, meg még biztos mások is, annak Szász Jóskát is szeretettel üdvözöljük. A Minnek vagy Mindnak, hogy szeretitek, Mind vagy Mind? Mind a kettőnek van értelme. Az összes dolgozójának, Ricsinek, Meckler Lacinak, ha még itt van a telefon, vagy a kommunikáció végén, akkor őt is szeretettel köszöntjük, és COVID-mentes napokat kívánunk. Én is köszönöm szépen a figyelmet. Szervusztok! Köszönjük üdvözlet szépen! Mindenki. Köszönjük, minden jót, üdvözlet! Sziasztok! Szervusztok, minden jót! Ja, Ákos! Szervusztok! Szervusztok! Szervusz, Dani!